Ismét Zsonkat Lila füred. Tavaly a koronavírus miatt őszre halasztották, idén azonban bár lazább korlátozások mellett, de ismét júniusban rendezhetik meg a közkedvelt közösségi programot. Két napig tucatnyi bemutató, műsor és foglalkozás várja majd a Lila füredre látogatókat. Megtalálkozunk a kisvonat Lila füred állomásánál. Ovisokkal indult a kisvonat tavaly ősszel a Zsongó Lila füred programjaira. A 21. sport és kulturális találkozót 2020-ban a koronavírus miatt nem a megszokott nyárelei időszakban rendezték meg. A járvány enyhülése után viszont újra júniusban fogadják a látogatókat Lilafüreden. Az eseményről különleges helyszínen egy csak nem 100 éves kisvonat szerelvényen számoltak be a szervezők, akik elmondták, idén rekordidő alatt állt össze a program. A megszokott színes kínálat idén is garantált, és a kezdeti cél sem változott. Az első perctől kezdve azt tartottuk fontosnak, hogy a egész kicsiktől, tehát a kiskorú gyerekektől, óvodásoktól kezdve a legidősebbekig mindenkinek próbáljunk programot nyújtani. Itt elsősorban, ha a kicsikre gondolok, akkor az óvodáskorúakra, a felnövekvő nemzedék szempontjából nagyon fontos az egészséges életmódon nevelés. Ezt azt hiszem, hogy mindig teljesítette a rendezvény. Többek között sakk, kerékpár, cselgáncs, birkózás és ökölvívás bemutató is lesz, de lilafüredi zsongásból nem maradhatnak ki a természetjáró és a színpadi programok sem. A 22. Zsongó Lilafüredre délelőtt 4:11-kor plusz kapacitással indul majd a kisvonat a Dorottya utcai végállomásról. Ráadásul a fejlesztéseknek köszönhetően több újdonsággal is találkozhatnak az utazók. Most már folyamatosan mindenkinek egy kicsit komfortosabb lesz az utazása. Más körülmények között fog zajlani, a végpontokon, illetve Lilafüreden teljesen egészében megújultunk. A Dorottya utcai végállomás épületén ez már az induláskor látható lesz. Lilafüreden leszállva pedig a régi hamisítatlan hangulat várja majd hétvégén a programra kilátogató családokat.